Balmazújváros polgármesterének bírósági ügye évek óta gyűrűzik. 2017. októberében bűnösnek ítélte a bíróság hivateli vesztegetés elfogadásának büntetében. Április 16-án lezajlott a másodfokú tárgyalás is, mely keretében súlyosbították az ítéletet. Az első fokon eljárt debreceni törvényszék 2017. októberében dr. Veres Margit első rendű vádlottat hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt 2 év börtönbüntetésre és 800 000 forint pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék a szabadságvesztés végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság első rendi vádlottól lefoglalt személygépkocsira vagyonkobzást rendelt el. K. Sándor másodrendű vádlottat hivatali vesztegetés büntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 500 000 forint pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére súlyosításért, a vádlottak és védőik felmentésért, illetve hatályon kívül helyezésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint Veres Margit előbb jegyzőként, majd a járási hivatal vezetőjeként tevékenykedett Balmazújvárosban. Munkaköri leírásába tartozott az is, hogy jelezze a jogsértéseket és ügyelje a törvényességi előírások betartását. A másodrendű vádlott 2012 őszén egy rendezvénycsarnok építéséről tájékoztatta a város akkori jegyzőjét és polgármesterét. Megbeszélték, hogy ha a város állami forrást kap, akkor hozzájárulnak a beruházáshoz. A kivitelező egy gépkocsit és a vádirat szerint 5 millió forintot ígért a közreműködésért cserébe. Balmazújváros 2012. decemberében 450 millió forint állami forráshoz jutott. Az önkormányzat illetékes bizottsága 2012. decemberében ült össze. A tagokat Veres Margit tájékoztatta a beruházásról, de elhallgatta a támogatási összeget és a felhasználás feltételeit is. Azt a látszatot keltette, hogy ez céltámogatás, és a 180 millió forintot csak a csarnok építésére lehet felhasználni. Valójában a kormányhatározatban nem volt ilyen korlátozás. A debreceni ítélő tábla dr. Elek Balázs vezette tanácsa megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét. Első rendű vádlott szabadságvesztés büntetését a próbaidő mellőzésével 5 évre súlyosította, 5 évre eltiltotta a vádlottat a közügyek gyakorlásától, és szintén 5 évre a jogi egyetemi végzettséghez kötődő foglalkozástól is. Másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetéséből is mellőzte a próbaidőt, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Egyebekben helyben hagyta a debreceni törvényszék ítéletét. Az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg, és törvényesen minősítette a vádlottak által elkövetett bűncselekményt. Az ítélő táblának azt kellett vizsgálnia, hogy a kiszabott büntetés alkalmas-e a büntetési célok elérésére. Kiemelte az ítélő tábla, hogy pusztán a vádlottak vallomásából is lehetett következtetni a bűnösségükre. A cselekmény tárgyi súlya és a belső arányosság érdekében látta indokoltnak a súlyosítást az ítélő tábla. Az ítélet jogerős.